Volt, aki a húsvét miatt több kiló sonkát, szalonnát és kolbászt vitt ettől az utcai árustól, ahova folyamatosan érkeztek a vevők. Inger Viktor rendhagyó módon nem a piacon, hanem a Prométheusz park melletti sarkon árusítja füstölt áruját. Azt mondja, amióta bezárták ideiglenesen a piacot, és az önkormányzat biztosítja a helyet, harmadszor települt ki ide. A forgalmas utca és a közelgő ünnepek miatt az átlagnál nagyobb forgalmat bonyolít. Nagy segítség, hiszen egy vagy másfél hétig nem tudtunk hol árusítani, és mi csak a szekszári piacon árusítunk szerdán és szombaton, ezért mivel nem volt ez a hely, nem tudtunk sehol árusítani. A Liszt Ferenc téren is több kereskedő kapott lehetőséget az árusításra. Közülük az egyik a Bonyhádról érkező Fazekas Lászlóné, aki közel 20 éve él kereskedelemből. Azt mondja, az utcai árusítás lehetősége a túlélést jelenti számára. Nagyon jó ez a városközpont, ugye itt van minden bank, intéznivalójukat itt elintézik, és gyalogos forgalom is van, meg autós is. Összeg nélkül azért összejön annyi, mint a piacon? Igen. Akár egy piacon, itt is színes az árusok palettája. Nem csak élelmet, hanem virágot, palántát is kínálnak eladásra a piaci árusok. A paradicsom, paprika, uborka. Viszik? Hát, kopogat, igen. Szekszárd 40 pontján jelölte ki helyet termelői árusításhoz. Eddig 19 kereskedő kapott közterület használatba vételi engedélyt az önkormányzattól, és további 3 van folyamatban, jelentette ki Ács Rezső Szekszárd polgármestere. A város igyekszik azzal segíteni a piaci árusokat, és rajtuk keresztül a szekszárdiakat, a vásárlókat is, hogy a városképi szempontokat most egy kicsit elhanyagoljuk, becsukjuk a szemünket, és minden olyan helyszínre, amely könnyen elérhető és megközelíthető, ki fogjuk adni az engedélyeket. A termelői árusokról térkép is készült, amit az újabb szereplők megjelenésével folyamatosan frissítenek.